Kedves kollégák, kedves barátok, jó reggelt kívánok mindenkinek, és viharos időket élünk. Ha magasztos időket élnénk, akkor mondhatnám, hogy ünnepi alkalomra gyűltünk, de mindenképpen egy fontos alkalomra, amelyik egy hosszabb folyamatnak az eredménye ként születik meg most, a mai napon. Én ennek az hosszú folyamatnak az előzményeiről és a szemléleti kereteiről mondanék ezt s azt. Ugye a négy ernyő szervezet együttes próbálkozásáról van itt szó, de nem megyünk tovább valamilyen oknál fogva. A szokásos billentyűkkel nem megyünk. Áha! Tehát az egésznek az előzménye nyilván egy élet, egy szakmai érzés volt, amelyik egyre inkább igényeket, szükségleteket fogalmazott meg, és akkor ez összeállt egy folyamatban, aminek az eredménye egy civil stratégia, egy civil szakmai stratégia megalkotása volt. Ezt a civil stratégiát elfogadta a négy civil szakmai szervezet együttesen, hosszas tárgyalási folyamatokat követően. Ez egy korábbi projekt eredménye. Annyiban ez egy organikus stratégia, hogy belülről születik meg egy igazán egy bottom-up, egy alulról szerveződő, bennünk megfogalmazódó stratégia, amelyik aztán közben is állandóan folyamatosan változott, és természetesen majd folyamatosan változni fog a következőkben is, hiszen mi is egy állandóan mozgó világban élünk. A szemléleti keret az ugye a társadalom, mint egy önkéntes tér, amelyben mi elkötelezettek vagyunk, amelyik számunkra fontos, és amelyért felelősséget vállalunk, és ebben a civil társadalom a jogilag szabad, autonóm cselekvő egyénen és annak szabad döntésén alapuló elkötelezettségen alapszik. Számos előzménye van ennek a dolog, most itt nincsen ennek helye és ideje, hogy ezt részletesen kibontsuk, de mégis ez a magánszerveződésen alapuló szakmai elkötelezettség a háttér. Ennek persze számos előzménye van, immáron több mint 30 éves ez a folyamat, amikor még messze, abban az időszakban, amikor még alig-alig lehetett civil szervezetet alapítani, már megalakultak az első ilyen elkötelezettségű szervezetek, majd később ilyen az első szakmai ernyő szervezet is, amelyik aztán rövidesen meg is szűnt, de utána mindazok a szakmai szervezetek létrejöttek, amelyek ma meghatározóak ezen a területen. Tehát nagy fejlődés van, és természetesen ezt az egész teret normális, a demokrácia normális módján és természete szerint belakják a civil szervezetek, feltöltik tartalommal. De hiányzik az ernyők ernyője, annak ellenére is hiányzik, hogy egyébként nagyon sajátos módon egy nagy-nagy nehézségekkel terhelt területnek mind a négy szakmai szervezete kitűnő módon képes együttműködni, és ennek láthatóak a eredményei a reklámző projektekben, programokban. Persze számos sürgető trigger volt a háttérben, hát elsősorban is persze ezt a területet állandóan érintő közpolitikai nehézkedések, meg persze az a környezet, amelyik Magyarországon meghatározó a társadalmi elítélésnek éppen a kábítószerfogyasztókra és ezen keresztül persze a kábítószerfogyasztókkal foglalkozó szervezetekre vonatkozó vagy vetülő hát ellenérzései, kirekesztései, a tervezhetetlenség, a gazdasági fenntarthatóság állandó problémái, az elmúlt években elszenvedett számos sérelem, a költségvetési támogatásokban megnyilvánuló borzalmas visszacsapások, visszametszések, az állandó intézményi program fenntartási nehézségek, és mondhatjuk azt, hogy a szenvedélybetegség politikájából a politika szenvedélybetegsége lett több kormányzaton keresztül egyébként, ahol nagyon nehéz a szakmai érveknek megérkezniük és hatóvá válniuk. Törekvések éppen ezért valamilyen módon a képviseletdemokrácia megerősítése, a társadalmi részvétel biztosítása, érdekeknek valamilyen módon határozottabb megszervezése, képviselni persze ezen keresztül hangtalanokat, akikért felelősek vagyunk,
Tehát, és ezen túlmenőleg valamilyen módon helyet adni az érintetti képviseleteknek is, tehát a kábítószer használók, droghasználók nem nagyon létező magyarországi hangjának is. Hiszen nélkülük egyszer nem lehet tervezni normális szakpolitikát. A civil szervezetek harmadik generációja már nem kizárólag az állammal szemben értelmezi önmagát, hanem önmagában való értékeket képvisel, nem pro vagy kontra állam szempontból, hanem az államot is a saját törekvéseinek segítségére toborozva. Nem az alattvaló, hanem a szabad polgár gondolkodása uralkodik, tehát ebben a szemléletben és hálózatban gondolkodnak ezek a szervezetek, hiszen tudják, hogy egyedül céljaikat nem érhetik el. Magukat hozzáadott értékén kezelik, és az együttműködésben találják meg önön hatékonyságuk zálogát. A felhatalmazás, még ennek az előzménynek is voltak előzményei, különböző felmérések, kutatások, civil attitűdök vizsgálata, és így tovább. Ennek mind az eredménye az lett, egy ilyen összevont helyzetértékelés, azt mondja, hogy a drogszakmai szervezetek kapcsolatai számos nagyon pozitív vonást mutatnak, de ugyanakkor rengeteg sok hátráltatást és nehézséget élnek meg, és ennek következtében szakmaspecifikus civil stratégia és együttműködés keretében választ kell adni ezekre. Ez történt meg a civil stratégiával. Itt különböző definíciókat mondhatnék el, hogyha lenne rá időm, de mindenesetre mit jelent civilnek lenni, mit jelent szakmai civilnek lenni, és mit jelent drogszakmai civilnek lenni, de ezeket a vonatkozó dokumentumokban persze meg lehet ismerni. Talán itt a drogszakmai vonatkozásból ugye egyrészt a civil alapozású, tehát igazából azok az NGO-k, amelyek alapvetően civil elkötelezettségből szociális egészségügyi szolgáltatásokat végeznek, illetve a hit alapú, mert hiszen ezen a területen nagyon számos ilyen szervezet van, az én általam képviselt Magyar Drogterápiás Intézetek Szövetségének is egy jelentős része, mert a tagszervezetek jelentős része is úgynevezett faith-based organizations, tehát hit alapú szerveződések. Ezek együttese meg az érintetti szervezetek hozhatják létre ezt az együttműködést, tehát mindazon nem kormányzati szervezetek, melyek a drogfogyasztás által közvetlenül vagy közvetlenül érintettek életminőségének és esélyének javítása érdekében szabad akaratukból fejtenek ki tevékenységet. Optimális esetben ez a stratégia a szakma alapirata, egyben ünnepi aktusa, alkotmányozó folyamatot igényel, ennek helyzetében vagyunk. Csatlakozó aktusok és dokumentumok jönnek létre, ez történt meg. Látható és láthatatlan karaktere van, mint az alkotmánynak, ez a mi kvázi szakmai alkotmányunk, és hát reméljük, hogy egy vezérlő szempontrendszer lesz, amelyiknek következményes eseményei és eredményei lesznek. Mi akar lenni a stratégia? Tehát egy alulról jövő felhatalmazáson alapuló, a szabad társulás bázisán létrejövő, közös felismereket kialakító és megvalósító, megjelenítő dokumentum és utána eszközrendszer is. Még egyszer, nem az állam függvényében, sem anti, sem pro-etatista módozatban kívánja önmagát értelmezni. A szemléleti szempontok, hálózatosság, társadalmi bizalom, társadalmi részvétel, és egyfajta kritikus viszony, tehát a critical friendnek a fontos szemléleti környezete, mely elsősorban a kliensek életminőségének van elkötelezve, és a saját szakmai szempontjainak. Alapértékeket látjuk, ezek mindig magasztos eszmék, milyen jó lenne őket maradéktalanul megvalósítani, tudni, van egy küldetés, nyilatkozat ebben a stratégiában, a drogszakmai szervezetek és csoportok megerősödött civil öntudata, a hálózatos együttműködés és partneriség szerepében képviselik a terület érdekeit és szakmaiságának fejlesztését annak érdekében, hogy a drogfogyasztás által érintettek esélyei növekedjenek a felépülése és életminőségük javítására. És itt vannak azok az eszközök vagy célkütézések, amelyekből most kettőt megvalósítani látszunk. Ezek közül számosat még remélem, hogy meg fogunk tudni valósítani, és ezen leszünk, de kettő a drogszakmai, illetve most is így hívjuk, hogy drogszakmai civil ombudsman, és akkor még a civil stratégiában különböző opciókkal
nevezett, hát ezt a, amit most testületnek nevezünk, fogalmaztuk meg, és kapott támogatást. Én azt hiszem, hogy befejezem, hiszen ez már kicsit a fél rég múlt, 4 évvel ezelőtti állapot, de azt hiszem, hogy ez a szemléleti keret meghatározó volt az azóta elmúlt időben is, és hát, hogy úgymond felnövelt az eseményeket addig, hogy most ide megérkezzünk. És tényleg ez egy fontos dolog, hogy politika alapú tények helyett tényalapú politikát akar minden szakmai szervezet megvalósítani, és ezen lesznek ezek az intézmények is, melyek segítségünkre lesznek. Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor folytatjuk a remek programunkat, mégpedig Paksi Borbála fogja bemutatni magát a mostani projektünket, amelynek keretében létrejöttek ezek az intézmények.